polgármesterét, Dancs János megbízott jegyző urat, Mregó László képviselőtestületi urat, dr. Bárány János iskolaigazgatónkat, Bányainé Eszterke igazgatóhelyettesünket, Csikainé Csilla és Csikai Csilla, és Szottágné Ripli Mária leendő elsős tanítónéniket, és dr. Nagy Edit gyermekorvosunkat. Elnézést, ha kellett indítom, hogy azért puskáznom még. Nagyon nagy szeretettel köszöntök minden egyes szülőt, nagyszülőt, kedves rokont, aki a mai napon eljött, és velünk együtt ünnepel. 27 nagycsoportos gyermek fog most felsorakozni, 27 nagy gyermekről búcsúzunk el a mai nap folyamán. Ezek a gyermekek mindannyian 3,5, 4,5 éve járnak majdnem már óvodába. Mindannyian betöltötték már a 6., 7. évüket, és elmondhatjuk, hogy iskolaérett, hatalmas, egészséges, okos gyermekeket sikerült nevelni belőlük, és nyugodt szívvel adjuk át őket az iskolába. Egy kicsit fájó szívvel búcsúzunk tőlük, mert azért ennyi év alatt összeszokott ez a kis társaság, és igazából nagyon-nagyon sok szeretetet kapunk tőlük minden napok folyamán, mert mindannyian tele vannak szeretettel, mosollyal, örömmel, vidámsággal. De az élet megy tovább, ez egy mérföldkő az életükben, és tovább lépnek egy szintet. Arra szeretném kérni a kedves vendégeket, hogy fogadják szeretettel az ő műsorukat, hiszen nagy-nagy lelkesedéssel készültek. És ha lehetne, akkor csendben, halkan és türelemmel hallgassuk őket. A mobiltelefonokat, ha lehet, akkor kapcsoljuk ki. Ha síró gyermek van, akkor pedig álljunk föl vele, és fáradjunk ki, tiszteljük meg a gyerekeket ezzel a csenddel. Az ajándékokat, amit a ballagó gyerekeknek szánnak, azokat pedig, hogy a műsort ne zavarjuk vele, szeretnénk, hogy amikor majd a műsor véget ér és kivonulnak, a lufi feleresztésnek a végén ajándékozunk és adjuk át a gyerekeknek. Köszönöm szépen, és jó napot!
az aranypénzt azon nyomba vitt az a kistáramba. Dehogy viszem, dehogy adom, vár engem a gazdasszonyom. Feleségem jól tudsz látom, de mégsem megy a szultánom. Mi vagyunk a méhek,
úgy felpattant, mint a labda, kakaskát nyakon kapta. Beledugta a harangjába, úgy, hogy se jön nasrácsába. Kakaska a nadrágszába, jó hangosan kiabálta. Gyertek elő, darazsak, török szultán jó falat, csak csípjétek, csak morjátok, egy cseppet se sajnáljátok. Mi vagyunk a méhek, jól megcsípünk téged! Mi vagyunk a méhek, jól megcsípünk téged! A darazsok csípték Martát, megdavadt a bugyos nadrág. Török szultán fejét fogta, ugrott jobbra, ugrott balra. Ó, jaj nekem, jaj, felém csipett vagy 100 darázs, bőröm sajok, égő parázs. Ugye mondtam, hogy megbánod, de szívesen megbocsátok, add vissza a fényes krajcát. Kedves kapas, mindjárt. Itt van a kulcs a kincstáramhoz, a krajcárkádat ott találod, aztán legyünk jó barátok. Kis kakas a kincstárban, jó hangosan kiabálta. Ennyi arany sok egy helyen, kapkod csőröm, nyerd el bedem. Spondogatják minden reggel, kikorlát!